Hello mindenkit, itt vagyunk a Luminar 2018-ban, ami egy a konverter, és megmutatom nektek az egyik kedvenc eszközömet benne, vagy kedvenc filteremet benne, hiszen itt úgy hívják, a képértékeléseknél biztos emlegettem a komplementer színeket, meg hogy a témánkat hogyan válasszuk el a háttértől, például a színek ellenpontozásával, tehát az ellentétes színekkel, ami mondjuk melegebb színű, és elválhat a hidegebb színű háttértől, azt kierősítve a néző számára egy sokkal egyértelműbb, sokkal jobban elváló főtémát fogunk kapni. Nézzük meg, hogy hogyan lehetséges ez, megmutatom az eszközt, aztán beszélünk egy kicsit a problémájáról, és arról, hogy hogyan lehet ezt megoldani a Luminar 2018-on belül. Ez az eszköz pedig nem más, itt az Ed Filters palettából választom ki, ugyebár, majdnem legalul a Professional részben találjuk a Split. Color, Warmth, vagyis a színek szétválasztásának a lehetőségét. Ha rákattintunk, akkor előjön két darab csúszkánk, ennyi az egész, aminél a melegebb és a hidegebb színeknek az arányát, vagy inkább a színezetét tudjuk állítani. Tehát be tudjuk állítani, hogy mondjuk a kékes, zöldes, hidegebb színünk Sokkal inkább a zöldek, vagy a kékek, vagy még hidegebb irányba, vagy inkább kicsit a melegebb, a lilás irányba mozduljon el, illetve be tudjuk állítani, hogy a meleg színek hidegebb, zöldesebb irányba, vagy még melegebb, vörösesebb irányba mozduljanak el. Például ebben az esetben szét akarom választani a színeket, ugyebár a rókám az inkább a meleg színeket tartalmazza, a bundája ilyen barnás, vöröses, akkor itt a wormsot természetesen nem a negatív irányban, hiszen akkor még gyengébb, még jobban elszürkülnek ezek a melegebb színek, hanem a pozitív irányba húzzuk, és ezzel a melegebb színeknek az arányát kierősítjük a képen. Látjátok, hogy elég komolyan elmozdult ebbe az irányba. És ugye a hátterünk jobbára a hidegebb, kékesebb színekből áll, ezeket nem a plusz irányba, ahol még inkább melegítenénk rajta, hanem a negatív irányba húzzuk, ízlés szerint teljesen negatívba húzva már kissé erős, de azért nézzünk meg egy erősebb hatást. Így a fő témánk és a fő témánk háttere színekben, a színek ellentétjével nagyon szépen elkülönül egymástól nézzétek meg, ez a lényeg. Itt tulajdonképpen nem egy szín erősítést, vagy egy szaturáció erősítést alkalmaztunk, hanem külön melegítettük, és egyben persze szaturáltuk is a meleg színeket, és külön hidegítettük, és egyben persze szaturáltuk is a hideg színeket. Mi ennek a problémája? De ahogy észrevehettétek, ez a két csúszka nem csak a színekre, hanem néhány esetben a kép világosságára is hat, különösen, hogyha túlságosan erős értékeket állítunk be. Tehát, hogyha itt mondjuk a kult még lejjebb húzom, akkor látjátok, hogy el is sötétednek ezek a sötét színek. Ez nem baj, ha kimondottan ezt akarjuk egyébként, de mi van, hogyha nem szeretnénk, hogy a hó még jobban elszürküljön és elsötétedjen. Erre is van természetesen megoldás, mégpedig az, hogy nem így naturba a normál képünkre alkalmazzuk ezt a filtert, hanem egy külön rétegen, egy korrekciós rétegen, amin csak ez a színváltoztatás fog szerepelni, és azt aztán egy ilyen összhatás móddal, amiket itt találunk, tudjuk keverni a képpel, például csak a színek tekintetében, és így a világosság nem fog változni. Tehát, felejtsük el az eddigieket, törlöm is erről a rétegről ezt a beállítást, viszont E fölé a réteg fölé létrehozok egy korrekciós réteget. Ugye itt van a Layers palettánk, és a plusz jellel tudok létrehozni egy új Adjustment Layert, vagyis korrekciós réteget. Íme itt van Layer 0 néven, ha akarod, akár egy saját nevet is adhatunk neki. Mondjuk legyen ez a szín. És az előbbit, vagyis a Split Color Warmth filterünket, erre a rétegre fogjuk alkalmazni. Tehát rákattintok, ugye most ezen a rétegen vagyunk, ki is van jelölve, ez független az alsó rétegtől jelenleg. Ezen is jó erős meleg színeket állítok be, és erősebb hideg színeket. Egy kicsit elsötétedett a képünk bizonyos képterületeken, de hogyha itt az összhatás módoknál, kiválasztjuk a color lehetőséget, vagyis a felső rétegünknek a módosítását, amit most tettünk, az csak a színekre alkalmazza, a kép világosságára ne. Ebben az esetben pedig csak a színeink változnak, ahogy látjátok, ilyen volt a képünk, és ilyen lett a képünk, semmiféle sötétítés nem látszik a képen. Ha esetleg gyengének találod ezt az eredményt, tehát még erősebben, még hatásosabban szeretnéd használni ezt a filtert, akkor akár többször is kiadhatod, és azon még egyszer, vagy még kétszer alkalmazhatod még erősebben. Aki pedig végignézett, annak nagyon szépen köszönöm a türelmét, remélem, hogy tetszett nektek. Ha így van, akkor lájkoljátok, ha nem tetszett, akkor diszlájkoljátok, és aki még esetleg nem tette meg, az egész nyugodtan iratkozzon fel a csatornámra. Sziasztok!